Katonai kajacsomag, kóstolás, következő epizód, ahogy ezt ígértem az előző brit csomag megkóstolásánál, hogy félre rakom ugye a másikat, a másodikat, amit Velfek cimborám küldött nekem Angliából. Velfekről a továbbiakban is annyit, hogy a Twitch-re streamel, ahogy én is, ott ismertük meg egymást, találtok itt a leírásban linkeket a csatornáinkhoz. Gyertek, köszönjetek be élőben is! De még mielőtt tovább mennénk, beszéljünk pár szóban a mai videó támogatójáról, a Zenről. Magyarországon is megjelent elektronikus fizetési szolgáltatásaival a Zen. A szolgáltatások és az előfizetési csomagok mobil alkalmazáson és weboldalon egyaránt elérhetők, induláskor egy hónapos ingyenes időszakkal. Akik kipróbálják, egy Zen Mastercard kártyát, fizikait vagy digitálisat kapnak, amely mind az Apple Pay, mind a Google Pay mobil pénztárszákhoz hozzáadható, könnyítve és biztonságosá téve az online és a bolti fizetést. A Zen több pénznemű devizaszámlát kínál, amely 35 pénznemben teszi lehetővé a jutalékmentes fizetést, és további olyan előnyöket nyújt, mint a Zen Care vásárlóvédelem, vagy a gyártói garancia automatikus, egy éves meghosszabbítása azokra az elektronikai termékekre, amelyeket boltban vagy online vásároltak Zen kártyával. A reklamációkat, visszatérítési követeléseket a Zen felhasználók, legyenek akár egyéni, akár üzleti ügyfelek minden eddiginél könnyebben intézhetik a Zen Care révén, a vásárlónak nincs más dolga, mint a megfelelő fizetési tranzakciónál jelezi igényét a kifizetett összeg visszatérítésére. A Zen pedig gondoskodik róla, hogy rövid időn belül visszakapja a vásárlás összegét. A vállalkozók számára ugyancsak azonnali visszatérítési ügyintézést tesz lehetővé, és garantálja, hogy az utalások a tranzakciótól számított néhány órán belül teljesülnek. A leírásban való linkre kattintva pedig most 30 napos próbaidőszak helyett 90 napig használhatjátok ingyen a Zent. Ez pedig a 11-es menü lesz. Ugyanaz a csípős szósz. Forró csoki italpor, ez nem mentás, ez sima. Grapefruit ízű italpor, málnás italpor, almás fahéjas műzli tejjel, rengeteg fajta féle aszad gyümölcs. Milyen cukorka ez? Citromos savanyú cukorka. Szétadom. Juhar szirupos süti, rommá tört zabkeksz, csak mogyoró, just nuts. Cseresznyi és izotópiás italpor, marokkói babragú, hát a bab az, ugye itt is. Beköszön, hosszú szemű rizs, na ilyen zacskós rizs még nem ettem. Konzervben már kóstoltam a magyar csomagban, de ilyet még nem. És a hosszú szemű rizshez van, chili con carne, chilis bab a rizshez. A műzli a reggeli, a chili con carne szerintem a rizssel az ebéd, és legyen a vacsora a bab. Trópusi gyümölcsös italpor, kenhető mogyoróba itt is, a zsebkendő, ugyanaz a csípős szósz, a jó kis kanál, cukorból 4, Nescafé, rombuc, instant kávé, víztisztító tabletta, tejporból megint csak 4, teából kapunk 3-at, a rágógumi pedig így egyben van csomagolva, nem pedig külön-külön, mint az előző csomagban, és a gyufa. És megjött a válasz az előző videó alatt a melegítő eszköz hiányára, köszi srácok a kommenteket, a briteknél van egy ilyen eszköz, amivel melegítik az ételt, de én úgy gondolom a továbbiakban is, hogy szerintem minden ilyen emery packben elférne valamilyen melegítő eszköz. Akkor menjünk szépen sorban, kezdek a reggelivel. Tök magos. Wow, oda néz. Tök mag. Hát lássuk a medvét. Mégiscsak édeskés. A tökmagtól azt hittem, hogy sós lesz. Műzdíze van. Egy kis cseresznyés italra vágyom. Ez hasonlóan jó, mint az előzőben volt az almás. Evédidő. Hosszú szemű rizs. Hát a szaga az, hát nem is tudom. És ilyen barnás. Már emlékszem, hogy direkt ezt kértem a Velfektől, hogy csilisbabosat küldjön. Hiányzik a sajtszósz az előzőből, azt még azért el tudnám képzelni hozzá. Csilisbab. Yes! Tudjátok, mi hiányzik belőle? A csípős. Azt a pergőst is figyeld. Egy picit talán kemény a rizs. Annyi észrevételem lenne. Egy hirtelen. De a csirisbab az kiváló.
Segítünk magunkon, hiszen van ez a csípős szósz. Meglögybölöm picit a csilis babomat. Kicsit csípősebben. Hú! Ez most a tényleg csilis. Hú, de erős lett. Karcos lett. Ezzel a csípős szósszal. Csak csinyán. Nagyon jó volt ez az italpor, úgyhogy a maradékot is megcsinálom. Juhar szirupos süti. Formára olyan, mint az almás volt. Ketté töröm. Ott van benne a juhar szirupos töltelék. Nyújtatom. Ez is ilyen fahéjas téma. A tésztája talán ennek nem olyan folytó. Eskü, könnyebbnek érzem. Mint az almás pitét. Igazából ilyen fahéjas íze van. Hú, gyerekek, ez a rommátört zapkex. Most ezzel mit kezdjek? Ez fincsi. Ezt szeretem. Egy kis gyümölcs hiányzik belőle. Valamilyen aszalt gyümölcs. Mert ez ilyen sima natúr zapkex. Egy kis gyümölcs feldobná. Még egy kis bab, tehát egy napra már megint kétféle bab. Gyerekek, nem a tehenek keresztik ezt a sok metánt. A britek. Van benne csicseri borsó. Amíg a kaja melegszik, ránézzünk a csak magyaróra. Ó, van itt mandula. Magyaró. Natur. Kicsit szottyos. Ó, már nem van járva. Hát akkor ezért szottyos. 2020.31. A többi is le volt? Nem is néztem. Gyerekek, a rizs is le van járva. A juhar szirupos süti is le van járva. De ez tök jó, ennek tök jó az íze. Ez a babragú is lejárt márciusban. Perfekt, mit vettél nekem? Babragú. Ez savanyú. Miért? Szerintem nem azért, mert le van járva. Múltkor láttam egy csávót, aki ilyen második világháborús tésztát evett is. Nem döglött bele. Ez a babragú. Ez ilyen... meh. Valamilyen vega ismerősöm ezért odáig lenne. De én arra a csízsbabra szavazok. Hú, nagyon megcsípőztem, de ebből még ennem kell. Nézzétek meg a színét, milyen jó. Gyönyörű színe van ennek a ragúnak. Az aszalt gyümölcsök is le vannak járva, de ennek nem hinném, hogy bármi baja van. Wow! Hátrébb az agarakkal. Mazsola is áfonya. Ennek semmi baja. Kíváncsi vagyok, milyen ez a cukorka. Ez is le van járva. Citromos cukorka. Fincsi. Kicsit savanyúbra számítottam. Egész gyorsan a végére értem a kóstolásnak, hiszen csak két főételünk van, mert a reggeli az műzli. Van még itt egy csomó italpor, ne haragudjatok, ezeket most nem fogom megkóstolni. Tudjuk, hogy a csokis italpor az tök jó, ezek a gyümölcsös italporok is tök jók, meg a magyaróvaj, na, ezt megkóstoltam az előzőben, magyaróvaj íze van. Nagyjából 10-ből 7 pontot ér meg nálam ez a csomag is, a csilis bab miatt. Mert ez brutál, ez nagyon jó. A műzli jó volt, a süti jó volt, még úgy is, hogy le vannak járva már pár hónapja. Szerintem ennek a babragúnak sem kéne, hogy más íze legyen még. Ez ilyen savanykás és tutira valamilyen vega odáig lenne, érte? Sőt, ha szerintem össze lenne turmixolva, mert van benne csicseri borsó is, ha jól látom, lehetne ilyen krémet csinálni belőle krékerhez, mártogatni. Valakinek ez tutira nagyon bejönne, én húsevő vagyok, guys, nekem annyira nem jönnek be ezek a zöldségízű dolgok. Köszönöm szépen Velfek cimborámnak, hogy elküldte nekem ezeket a brit csomagokat, és tudtam nektek videót készíteni belőle. Igyekszem a jövőben is minél több nemzetnek a katonai kajacsomagját, emery pekjét beszerezni. Jó lenne valamilyen keleti irányba elindulni most már, csak nagyon nehéz beszerezni azokat a csomagokat. Ha tetszett a videó, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hiszen az nekem a legjobb visszajelzés. Plusz a YouTube-on is segít nekünk, hogy minél több emberhez eljusson a katonakajacsomag kóstolás, és minél több lehessen még belőle. Ha pedig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a Humboxingra, erre a csatornára, mert a megtekintők nagy része nem is a feliratkozom. És ez tök fura. Nem annyira jó esik az embernek. Na, legközelebb találkozunk, szevasztok!